Május 1-én rendezte meg ünnepségét a Sóstói Látogatóközpont, ahol egésznapos kikapcsolódásra invitálták a családokat. Az idén 5. születésnapját ünneplő intézményben papírszínház, interaktív mesés előadások, játszóházak, kirakodóvásár és ökotúra fogadta a családokat. Az elmúlt 5 évben megteremtettük itt Székesfehérvár térségében a környezeti nevelésnek egy igen fontos helyszínét. Nagyon sokan látogatnak már ki hozzánk, rengeteg intézményt foglalkoztattunk már, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos szakmai mérföldkövet ünnepelhetünk ma itt együtt közösen. A találkozón Cserpakovics András polgármester köszöntötte a látogatóközpont által meghirdetett jubileumi rajzpályázat résztvevőit és megerősítette, városunk számára fontos, hogy egy olyan természetvédelmi terület várja az ide látogatókat, amely kiemelten kezeli az ökoszisztéma fontosságát. Rengetegen vannak itt igazi gyönyörű tavaszi időben, a Sóstó mellett, a Sóstóval, a természettel, élővilággal ismerkedve, rengeteg gyermekkel, hogy Isten értesse a Sóstónkat, és Isten értesse nagyon-nagyon sokáig mindenkit, aki ebben a természetes környezetben eljön, jól érzi magát, egy szürke hétköznap az osztályával, vagy éppen turistaként, vagy fehérváriként kijön egyet kirándulni. A sóstói természetvédelmi terület is nyitva állt az ünnepre érkezők előtt. Csete Gábor, a Városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője örömének adott hangot, hogy a Sóstó rehabilitáció továbbra is folyamatos, és esztendőről esztendőre sikerül megvalósítani elképzeléseiket.